Az egyre szaporodó és növekvő kapacitású hazai akkumulátorgyárak működésével kapcsolatban korábban már számos hiányosságra felhívtuk a figyelmet. Természetrombolás, magzatkárosító méreganyagok útvízben, titkolózás, korrupció. De legalább ennyi probléma akad a gyártás során keletkező selejtes akuk tárolását és újrafeldolgozását végző telephelyekkel, üzemekkel is. Súlyos szabálytalanságok történtek például a dél-koreai tulajdonú Sangel High-Tech Kft. Szigetszentmiklósi és Bátonyterenyei üzemeiben. Ezekben az üzemekben a hazai akkugyárakból származó selejtes aksik feldolgozását végzik. Egy hatósági vizsgálat azonban légszennyező, köztük rákkeltő anyagokat mutatott ki a Szigetszentmiklósi üzem dolgozóinak szervezetében. Kiderült, hogy a rákkeltő anyagok az üzem több helyiségében is határértéket meghaladó mennyiségben voltak jelen. A munkavédelmi hatóság 8,5 millió forintra büntette a céget a légszűrőberendezések hiánya és a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Az üzemben márciusban tűzeset is történt, melyben hárman megsérültek. Egyikük olyan súlyosan, hogy a kórházban életét vesztette. Az ügyben a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó veszélyeztetés gyanúja miatt folytat nyomozást. Robbanásos, személyi sérüléssel járó baleset történt a cég Nógrád megyei Bátonyterenyén épült üzemében is. Itt évente 28 ezer tonna selejtes és műszaki hibás akkumulátor dolgoznak fel, melyek a Gödi és a Komáromi gyárból, sőt Lengyelországból érkeznek. A 9,3 milliárd forint összértékű beruházáshoz a magyar kormány 2,8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújtott. A Sungel High-Tech dél-koreai cég olyan engedélyek hiányában kezdte meg a működését, amelynek később nagyon komoly jelentősége lett. Bizonyos gépek és a technológiai elemei azok engedély nélkül vettek részt a termelésben. Ez egyik oka volt annak, hogy 2022. júliusában bekövetkezett itt egy technológiai robbanás. A Nógrád megyei főkapitányság, illetve a Bátonyterenyei rendőrkapitányság nyomozást indított. A robbanásos baleset miatt 1 millió forintra, az engedély nélküli működés miatt 3 millió forintra büntette a hatóság a céget. A baleset miatt a megyei hatóság környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást is elrendelt. Ennek során kiderült, hogy az üzem területén a talajvíz szennyezett. Például az alifás szénhidrogének határértéket meghaladó mennyiség bemutatható ki a talajvízből. Zagyva folyó partján állunk, Bátonyterenyén. Ráadásul itt tőlünk szintén légvonalban 500 méterre van a Bátonyterenyei vízmű, illetve az a vízbázis vagy védett vízterület, amelyből Bátonyterenyei lakosságának az ivóvíz ellátását biztosítják. Szeretnénk tisztán látni a technológiai robbanással kapcsolatban, azokkal az anyagokkal kapcsolatban, amelyek adott esetben veszélyt jelenthetnek a vízbázisunkra, az agyva ökológiai folyosójára, a levegőre, a talajra. Felvetődik bennünk az a kérdés, hogyha egy magyar cég kezdené meg a működését Dél-Koreában, ott vajon milyen szankciót alkalmaznának a céggel, illetve a cég vezetőivel szemben? Míg a Bátonyterenyi lakosok az akkufeldolgozó üzem megépülése után próbálnak a veszélyeztető körülményeknek utána járni, addig a németországi Rudolstadt városka lakosai eredményesen tiltakoztak a hulladéküzem megépülése ellen. Igaz, ott egy évig zajlott a környezetvédelmi eljárás, és a helyi lakosság is beleszólhatott a végső döntésbe. Bátonyterenyétől csupán 15 kilométerre lévő Salgótarjánban szintén nem kérdezték meg a helyi lakosokat, hogy akarnak-e akkumulátortelepet a házaik szomszédságába. A volt acélárugyár területén létesült telephelyre az elmúlt évben rengeteg akkumulátort szállítottak, ami sok helyi lakos félelmét és felháborodását kiváltotta. Különösen akkor, amikor az egyik akukat szállító kamion Salgótarján belvárosában kigyulladt, és közel 10 órán keresztül tartott az eloltása. Azt Fekete Zsolt, salgótarjáni polgármester is elismerte az átlátszó stábjának, hogy a tűz nagy aggodalmat keltett a városban. Itt az borzolta fel a kedélyeket, hogy tavaly év végén, decemberben, itt a belvárosba tőlünk egy 100 méterre kigyulladt egy kamion. Ha jól tudom, akkor főként Hyundai gépjárművekből visszavont akkumulátort, mert hogy lehet, hogy van valami baj, azt hozta ide a telephelyre,
az volt szállításra nem kellőképpen előkészítve. Ezt követően volt katasztrófavédelmi ellenőrzés és környezetvédelmi szakhatósági ellenőrzés is. Természetesen, mikor itt ez a tűz kirobbant, akkor a mi fejünkbe is megfordult az, hogy oké, ez egy kamionnyi történet. Mi van akkor, hogyha ott több kamionnyi történettel történik valami? Akkumulátorok egy részét, pontosan 1400 darabot szállítottak ide a Volt acélgyár területére, most az Éltexnek a telephelye. Egy ilyen számítógépes rendszerrel át fogják vizsgálni, hogy melyik cella jó, melyik beteg. Kiderül, hogy melyik rossz, azt el fogják küldeni a hulladék megsemmisítő, tehát akkumulátor megsemmisítő bázisokra. Az a óriási veszélye van ezeknek azok, hogy kvázi elhalthatatlanok. Tehát ezek a víz alatt is képesek tovább égni. Nagyon reméljük, hogy nem lesz akkumulátor megsemmisítés, gyártás, és tárolása, tehát erre nagyon remélem, hogy nem ez lesz a fő profil. Érdekes, hogy a város vezetői most a cég profilváltásában reménykednek, holott az elmúlt egy évben nem zavarta őket az akkumulátorok tárolása. A telephelyre egyébként az engedély szerint csak nem veszélyes hulladék szállítható. A hatóságok szerint pedig az ott felhalmozott és jelenleg a szabadban tárolt több száz tonna akkumulátor nem számít veszélyes hulladéknak. A helyi lakosok azonban ezt nem egészen így gondolják. Na most erre figyelt föl mindenki, hogy egyébként még semmiféle hivatalos engedély nincsen, de már itt folyamatosan érkezik valami. Azt tudjuk, hogy több száz kamion fog jönni naponta ezeken a rossz utakon. Tehát eleve nincs meg az úthálózat úgy megerősítve, hogy itt biztonsággal ennyi kamion végig tudjon jönni. A legnagyobb probléma, hogy a gyárterületen lévő üzem maradványai és az egyéb helyek nem felelnek meg a tűzvédelmi előírásoknak abszolút. Innen 50 méterre van egy középiskola, onnan 100 méterre pedig egy óvoda. Az acélgyár amúgy is szennyezte itt a környezetet hosszú-hosszú évtizedeken keresztül, de a szemétre most megint szemetet hoznak. Az, hogy mit raktározunk egyébként, ez vicces. Tehát nem bújhatunk amögé, hogy az akkumulátor nem veszélyes hulladék. Ez veszélyes hulladék. Ezt mindenki tudja. A salgotarjáni hulladéktelepet működtető Éltex Kft.-nek egy másik telephely ügyében is meggyűlt a baja a hatósággal. A Komárom Esztergom megyei Mocsán szabálytalanul nyitott tárolóban helyeztek el 83 tonna nehézfémtartalmú, mérgező akkumulátor hulladékot, ráadásul az anyag besorolási kódját is meghamisították. Így az nem veszélyes hulladékként szerepelt a nyilvántartásban. A hatósági ellenőrzés emellett elektrolittal szennyezett csapadékvizet és számos más hiányosságot is tapasztalt. Emiatt több mint 3 millió forintra büntette a céget. Miután ezeket a tényeket megírtuk, az Éltex Kft. Feljelentette az átlátszót, ám elvesztette a pert. Az akkumulátorok gyűjtése, feldolgozása azonban számos problémát vet fel a jövőre nézve is. Ugyanis nem csak a gyártás során keletkező hibás, selejtes aksikkal kell majd foglalkozni, hanem a Magyarországon gyártott, de külföldre került akkumulátorokkal is. Jogszabályi előírás ugyanis, hogy a használt akkuknak vissza kell kerülniük abba az országba, ahol gyártották őket. És az újrahasznosításukról is gondoskodni kell. Vagyis elképzelhető, hogy az akkumulátorgyártó nagyhatalmi helyzetről szőtt kormányzati álomból a veszélyes hulladékok mennyisége miatt is rémálom lesz. Magyarország az akkumulátor szemétgyártása terén válik nagyhatalommá. Az érintett cégeket hiába kerestük, hogy a saját verzióikat is elmondhassák nekünk. Megkereséseinkre nem reagáltak.